Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Rövidesen itt van az a rendezvény sorozat, amelyet esztendőről esztendőre nagyon várunk, a Székesfehérvári Királyi Napokról beszélek, és hát olvashatjuk, hogy augusztus 13-án lesz egy fantasztikus előadás, a Balettszínház társulata is részt vesz a megnyitón, az Egyensúly ünnep című dramatikus történelmi játékon. Többek között erről is fogunk beszélgetni, de egy kicsit visszamegyünk az időben, hiszen nagyon fontos számunkra, hogy a Balettszínház, ami most már az miénk, milyen esztendőt zárt, miként tudták átvészelni, áthidalni azokat a nehézségeket, amelyeket a koronavírus járvány okozott. Vendégem Egerházi Attila, a Balettszínház igazgatója. Tisztelettel köszöntelek, szervusz! Én is köszönöm a meghívást. Hát én azt gondolom, hogy minden a művésztársadalmat teljes egészében megfosztotta attól a lehetőségtől, ami a mindennapjai, ami az életük, a szereplésektől többnyire a Covid. És hát most nem menjünk vissza nagyon-nagyon messze a múltba, de azért fontos kérdés, hogy miként tudtátok átvészelni ezt az időszakot, úgymond online? Mi abban a szerencsés helyzetben voltunk, amit persze magunknak teremtettük meg, hogy mi nem átvészeltük, hanem megéltük ezt az időszakot. Nagyon aktív munkával éltük meg, egyrészt az online időszakban, és amikor ki tudtuk dugni a fejünket, és előadást tudtunk tartani, nem is olyan régen, például a Nemzeti Táncszínházból egy közös produkciót hoztunk létre, a Hatjuk Tavát, amit hamarosan be fogunk mutatni idehaza, tehát Székesfehérváron a Vörösmarty Színházba is, akkor közönség előtt is játszottunk. Tehát vagy épp kurzusokat tartottunk, vagy épp táncszínházi nevelési programokat tartottunk. Tehát egy borzasztó aktív időszak volt. Ilyen szempontból ezt nem éreztük meg. Lelkileg persze, igen, mert említetted, hogy megfosztattunk a közönséggel való találkozástól, de sajnos ez oda-vissza érvényes, mint minden igazság, és a közönség is, a társadalom is úgymond megfosztatott a művészettől, ami az életnek a savaborsa. Uram, bocsa, az értelme, lehet élni művészet nélkül, csak nem sok értelme van. Mentális gyógyszer, hogy így fogalmazzak, és sajnos ez a nehéz időszak, ez mindenkit megviselt, minket művészeket, legfőképp az előadó művészeket, de ugyanúgy a társadalmat is. De ahogy a próba folyamatok elindulhattak, ugye a Hatjuk Taváról beszéltünk, ami június 4-én került bemutatásra a Nemzeti Táncszínházban, az egy nagy kihívás. Viszont előtte nyilván volt egy olyan időszak, amikor nem találkozhattatok. Én azt gondolom, hogy a legnehezebb egy ilyen társulatnak ez az időszak. Mondom is, hogy miért gondolom így, mert hogy ők az otthonuktól távol élnek, és azért nyilvánvaló, hogy az a találkozás, az a csapatmunka, az a közelség, az mindenképpen problémás. Igen, hát ez egy régi, ez tavaly volt, amikor volt egy időszak, egy hosszú időszak, amikor nem tudtunk találkozni, és nem tudtunk próbálni. Igen, ez megviseli azokat az ember, de mindenkit egyébként a bezártság, az nem az ember természete nem szereti, hogyha bezártságba kell élnie. Nehezen viseli egy művész, főleg aki a testével dolgozik, fizikálisan egy táncművész, ez a végkép úgy érzi magát, mint egy ketrecbe zárt oroszlán, úgyhogy, vagy egy versenyló, akit nem engednek ki a pályára. Úgyhogy valóban ez egy nehéz időszak volt, de mindig találtunk valamilyen kreatív formáját az önkifejezésnek, amivel ezt át tudtuk hidalni. Most ennek tükrében a Hatjuk Tava lubickoltál szerintem a koreográfiák betanulásában. Mindannyian. Mert... Tehát eleve az, hogy együtt tudunk dolgozni, egy műhely munka folyik a társulatnál, az azt gondolom, hogy ez meglátszik a produkción, hiszen egy nagyon sikeres produkciót tudtunk létrehozni, és nagyon, ezt már közönség előtt játszottuk, nagyon nagy sikere volt, és nagyon bízom abban, hogy itt Székesfehérváron a Vörösmarty Színházban is nagyon nagy sikere lesz. Is várjuk, hiszen egy örökbecsű darabról van szó, mint ahogy fantasztikus népszerűségnek örvendett a tánckurzus is, hiszen ez 5-6 napig tartott, és ahogy hallottam, nagyon-nagyon sokan voltak. Mi mindent lehet megtanulni? Adnak, akit még csak most kezdik, de kacérkodik azzal a gondolattal, hogy egy kicsit beleássa magát a balettba. Tulajdonképpen ez egy expo, tehát mint minden tánckurzus, így a milyen kis, nagyon sokan voltak. Tehát meglepően sokan voltak. Tele volt a terem, és ez nagyon-nagyon jó, és arra ösztönöz minket, hogy ezt minden évben megrendezzük, megtartjuk.
Amit legfőképp meg lehet tanulni a rövid, eszenciális időszak alatt, az, hogy hogyan kell tanulni. Tehát megtanulni azt, hogy hogyan kell táncot, milyen szemmel kell tanulni, mert azt is meg kell tanulni. Motivációt ad, élményt ad, és nagyon sok minden egyebet. Tehát egy tánckurzus az mindig egy felemelő dolog, és ez így volt nálunk is, és rengeteg fiatal jött, akik különböző, de Miskolcról is, tehát más városokból is, természetesen, és nagyon örömömre Székesfehérváról voltak a legtöbben, úgyhogy ezt minden évben meg fogjuk tartani. Igen, ez tanulságos időszak, hogy átesve a Covid utáni történések egy kicsit mindig mások. Úgy tűnik, hogy megtanultunk. Hát akkor értékeljük igazán igen. Azt, ami a úgymond normális életbe természetesnek tűnik, vagy annak tartunk. Semmi nem azt is természetesnek tartjuk, hogy fel kell minden nap a nap. Ezért a természet megküzd. Minden nap egy újraszületés. És az, hogy színházba járunk, természetes. Semmi nem természetes. Jön egy ilyen átkozott betegség, és adott esetben otthonába kényszeríti az embereket, és már is nem természetes. És ilyenkor az ember értékeli sokkal jobban azt, amilyen van. Megtanultuk megbecsülni a közösséget, a közösség misztériumát. No, pelikánfészek. Még mindig júniusban járunk, ez is egy fontos program volt. Igen, első alkalommal rendeztük meg a koreográfus showkészt, ami tulajdonképpen Dióhéjban arról szól, hogy az együttes tagjai, akik ambíciót éreznek magukba, kedvet, motivációt ahhoz, hogy koreográfiákat készítsenek, rövid koreográfiai etüdökkel megmutatkozhattak. És nagyon boldog voltam, hogy az első alkalommal nagyon nagy érdeklődés fogadta ezt, több mint félház volt, ami szerintem nagyon sokat jelent, ez jövőre teltházat jelenthet a Pelikánba, hiszen szeretnék megrendezni ezt rendszeresen. És ez egy nagyon, nagyon fontos programunk, hiszen nem csak ugye az ambíciót elégíti ki a táncosoknak a koreográfusi ambícióját, hanem adott esetben koreográfus lehet találni mind az együttes számára, mind pedig a hazai, illetve nemzetközi táncélet számára, és az viszi az együttes és a város jó hírét. Úgyhogy nagyon biztató jelek voltak, a hétből két-három olyan munka volt, én most itt nem mondanék neveket, ami felkeltette a figyelmemet, és azt gondolom, hogy lesz, eljön hamarosan az az időszak, amikor az együttesbeli táncosok is koreográfiát fognak készíteni, mondjuk egy felvonásos balettet a repertoár számára, tehát a Székesfehérvári Balettszínház igen, számára. Igen, ezt szerettem volna kérdezni, hogy rácsodálkoztál-e egy kreatív mindegyik. Egyébként elmondanám, hogy bocsánat, a kifejezés silány munka nem volt, mert lehetett volna, mindegyik nagyon komoly munka volt a maga nemében, egymástól különbözőek voltak, nagyon komoly dolgozatok születtek, és ebből is mondom két-három olyan darab, ami nagyon figyelemre méltó volt. Nos, a tánc másik mekkája a Győri Balett vendégszereplés a Győri Balettnél. Igen, tulajdonképpen ez a Győri Balett szervezi, ez az egyik legjelentősebb táncfesztivál, a Magyar Táncfesztivál, ahova meghívást nyertünk a Phantom Fájdalommal, nagy sajnálatunkra nem élőbe, tehát megint csak a Covid miatt nem tudtuk élőbe elvinni ezt a darabot, de kivetítőn a Phantom Fájdalom több alkalommal, és tehát lejátszásra került, és nagyon komoly, nagyon pozitív visszajelzések érkeztek hozzánk is, fesztiválra is, és hozzánk nagyon is. Nagyon sokat beszéltünk már róla, egy kicsit idézzük fel, hiszen a Trianon évfordulóra készült egy fantasztikus koreográfia egy olyan történethez, ami azt hiszem, hogy méltó, hogy egy kicsit elgondolkodjunk, hiszen hajlamosak vagyunk egy emléknappal ezt felidézni, és akkor felejtsük el, hisz foglalkozunk a jövővel címszó alatt. Én azt gondolom, hogy óriási története van mindenféle értelemben. Beteljesítette azt, amit amikor beszéltünk róla, megálmodtak a szerzők, tehát gondolok itt, aki a szöveget írta, aki a táncot és a zenét. Ha a darabot nézzük, mindenféleképpen beteljesítette. Egy nagyon sikeres darabról van szó.
Az, hogy az üzenete beteljesítette, azt én nem tudom megmondani, de úgy érzékelem a receptoraimmal, hogy igen. De sokkal hitelesebb lenne, hogyha ezt egy külsős ember, tehát aki látta, hogy... De azt el kell mondanom, hogy említetted, hogy egy történelmi megemlékezés, ezek nagyon fontos dolgok, de valóban nem teszi személyessé. Ez a darab, ez egy személyes történeten keresztül rázummol a problémára, és a hatásmechanizmusát ennek vizsgálja és veszi górcső alá, hogy egy rossz politikai döntés, egy diszkriminatív politikai döntés, ami népet ért adott esetben hazánkat, az egyes embereket, és nagyon sok ilyen történet van, az, hogy befolyásolja, hogy tesz tönkre életeket, emberi kapcsolatokat. És ezt viszont már átérzi a néző, és így már sokkal közelebb tud kerülni a művészeti alkotás révén, és itt visszatérünk a kultúra szerepére, és a művészet szerepére, a művészeti alkotás révén átérzés, amit átérzünk, azt meg tudjuk érteni. Egyetértek, és ráadásul most ugye már itt vagyunk a közeljövőben, hiszen a Szarvasi Vízi Színházban egy fantasztikus helyszínen fogjátok bemutatni, augusztus 12-én. A Szarvasi Vízi Színház egy zseniális történet. Minden szabadtéri játék az, mondom én, de én azt gondolom, hogy az pedig különleges. Ad valami pluszt egy biztos, ilyen helyszín? Biztos. Egyébként minden helyszín, főleg az ilyen helyszínek, mint például a Szarvasi Vízi Színház, az hozzátesz a darabhoz. Lehet, hogy szenográfiájába elvesz, hiszen adaptálni kell a darabot, nincsenek azok a színházi körülmények, de ez nem baj, mert viszont sokat nyer pont a helyszín varázsa miatt, és a Phantom Fájdalom szerintem nagyon jól fog ott működni. Egyébként ezt a darabot szeretnénk elvinni, és most már nagyon komoly előre haladott tárgyalások folynak Magyarországon, magyarországi nagyvárosokba, és november 9-én Kolozsvárra meghívást kaptunk, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy el tudjuk vinni Kolozsvárra. Ez egyébként kihívás, hogy egy ilyen darab ilyen nagy érdeklődésre tarthat számot? Hát mindenféleképpen. Koreográfusnak mindenféleképpen kihívás és nagy felelősség egyben, hiszen a tematikájánál fogva, az üzeneténél fogva. De ez nem nyomott össze bennünket alkotókat, hiszen amikor az alkotás, vagy ez olyan, mint egy műtét, az orvos nem foglalkozhat azzal, hogy most akkor életben marad, vagy sem a beteg, vagy hogy ismerőse a beteg, vagy nem, akkor ő csak arra kell, hogy koncentráljon, hogy ez a szívműtét jól sikerüljön, és élvezze is, hiszen egy jó professzor, egy jó orvos az nyilván élvezi, mint ahogy a művész is, úgyhogy nekünk ez egy nagy öröm volt az alkotási folyamat. Azt tudjuk, hogy Székesfehérvár számára kiemelten fontos a Szent István kultusz mindenféle értelemben, ehhez kapcsolódik a koronázási játékok is. Nem véletlen, hogy országszerte nagyon sokan készülnek, hogy meglátogatják a királyi várost ebben az időszakban. Hát egy kicsit másként lesz, mint eddig, hiszen azért a koronavírus járvány rányomja a bélyegét erre az ünnepség sorozatra, ugyanakkor az biztos, hogy az egyensúly ünnep, ez a dramatikus történelmi játék, ez méltó lesz mindenhez, hiszen jövőre 800. évfordulója lesz az Aranybulla évfordulónak is, bár ugye ez nem közvetlenül kötődik, de én azt hiszem, hogy Matúz János és a ti szerepvállalásatokat megerősíti ezt. Beszéljünk az egyensúly ünnepről, hiszen ez egy nem lesz túlságosan hosszú, viszont olyan méltóságot ad az egész történetnek, az egész augusztus 20-ához kapcsolódó történetnek, ami azt hiszem mindenki elégedett lesz majd. Hát ezt reméljük mi is. Tulajdonképpen két évvel ezelőtt hasonló megnyitó, tulajdonképpen ez egy megnyitója lesz a királyi napoknak, csak úgy, mint két évvel ezelőtt, sajnálatosan tavaly pont a járvány miatt ezt nem tudtuk megtartani. Az borzasztóan jól sikerült. A mi szerepvállalásunk az igen jelentős lesz ebbe a produkcióba, és csak úgy, mint két évvel ezelőtt. Nagyon örülök neki, hogy ez egy összművészeti produkció, és nagyon örülök, hogy az Alba Régia néptánc együttessel mi közösen fogunk táncolni. Tehát ez egy nagyon-nagyon pikáns, érdekes dolog, amikor a kortárstánc és a néptánc, vagy a néptánc és a kortárstánc összeeresztik, és egy produkcióba együtt részt vesznek, és ez nagyon-nagyon jól sikerült két évvel ezelőtt, és azt gondolom, hogy ez most is így lesz. Egy nagy volumenű produkcióról van szó, szerintem látványos lesz, és
hát éppen most annak a próbájáról, ennek a produkciónak próbájáról jövök, és oda megyek vissza. Jó. Beszéljünk a jövőről, hiszen bár ez már a jövőhöz tartozik, de én azt gondolom, hogy mindig megvannak azok a fajsúlyos történetek, amelyeket szeretnél megvalósítani. Kérdezek először is a külföldről, aztán majd hazajövünk. Lesznek-e olyan produkciók Kolozsváron kívül, amely szívesen látja a Székesfehérvári Balettszínházat? Hát most nem szeretnénk nagyon előre szaladni, de... Van-e terv? Mindig van terv, és van egy nagyon konkrét terv, illetve kettő. Nagyon előre haladott tárgyalást folytatok egy impresszárióval, egy mexikói turné érdekében, illetve egy izraeli turné érdekében, hogyha külföldről beszélünk. Függőben van egy turnénk a Szlovákiába, ott több állomáson is. Ez sajnos anno, hogy a két évvel ezelőtt a Covid miatt el kellett halasztani, és szeretnénk felújítani. De nagyon sokat szeretnénk játszani, amennyit csak lehet természetesen Budapesten a Nemzeti Táncszínházba, illetve a Phantom Fájdalommal és talán más produkciókkal más városokban is. Essék szó a társulatról, ugye arról már beszéltünk előzetesen, hogy nehéz volt ez az időszak, változik-e a társulat? Egyre kevésbé, megerősödik, egyre jobban megerősödik az a mag, ugye egy 3 éves társulatról beszélünk, ami folyamatosan alakulóban van. Egyébként minden balettársulatot és kortárs táncszínházat is a fluktuáció jellemez, ez a műfajból ered is, a műfaj sajátosságaiból is ered, hiszen nagyon rövid életű egy táncosi pálya, és adott esetben szeretné egy táncos több társulatnál is kipróbálni magát. Nálunk 2 táncos távozik az együttesből, és a helyükre 2 táncos érkezik. Tehát ez a korábbi évekhez képest jóval kisebb fluktuációt jelent. Ugye arról beszéltél, hogy a koreográfusként is kipróbálták magukat a balettszínház művészei. Ugyanakkor azt is megtapasztaltuk, hogy számtalan rendkívül híres, világszerte ismert koreográfus is besegített a munkádban. Lesz ez így? Folytatódhat? Ha arra gondolsz, hogy vendégkoreográfusokat hívunk-e meg, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Tehát ez egy koncepció nálam, ez egy eltökélt szándék. Az mindig egy picit több pénzbe kerül, hiszen ide kell utaztatni. Általában, akikkel én dolgozok, azért azok a nemzetközi táncéletben jegyzett koreográfusok, tehát nem is túl olcsóak, viszont megvan egy jó kapcsolatom ezekkel a koreográfusokkal, hogy mondjuk nem annyira jön el hozzánk, mint Németországba vagy Párizsba. De jövőre is fogunk dolgozni, illetve a jövő szezonban, a jövő színházi szezonban Lukás Timulák személyében egy nagyon neves koreográfussal, aki egy egyfelvonásos balettet fog készíteni számunkra. A tárgyalásokat folytatok, hát a világ talán legjelentősebb kortárs koreográfusával, Jerzy Kiliannal. Neki szeretnék 1 vagy 2 művét a jövőben elhozni, és hát keresem továbbra is azokat a koreográfusokat, akiket szeretnénk meghívni majd a társulathoz. Igen, a Székesfehérvári Színház és Balettszínház kedvelők már alig várják, hogy megnyíljanak a kapuk. Erre látsz esélyt, hiszen azért látjuk, hogy jön a delta vírus, hát nyilván ezt nem szeretnénk, de készen áll a repertoár arra, hogy a Vörösmarty Színházban is estéről estére adott esetben láthassunk benneteket? Abszolút készen áll a repertoár, tehát mi bármikor tudunk játszani, hiszen folyamatosan dolgozunk és próbálunk. Már leegyeztetett játszási napjaink vannak, ezek a honlapunkon elérhetőek az időpontok. Én nagyon bizakodó vagyok a tekintetben, hogy ha lesznek is korlátozások, olyan korlátozások csak nem lesznek, amik teljes bezártságot jelentenek. Abba bízom, hogy ha a korlátozás lesz, akkor nyilván ott kezdődik majd, hogy maszkba kell ülni a színházba, vagy adott esetben minden második székbe, vagy harmadik székbe, de az, hogy teljes bezártság, azt nem szeretném prognosztizálni, és nagyon bízom benne, hogy ilyenre nem kerül sor. Nos, hát alig egy hét múlva a Székesfehérvári Kijárványi Napok egyensúlyünnep, dramatikus történelmi játék, az Alba Régia Táncegyüttessel és a Székesfehérvári Balettszínházzal, Matuz János rendezésében. Nincs kétségem felőle, hogy ez egy fantasztikus nap lesz. Akkor erre invitáljuk meg mindazokat, akik még nem döntötték el, hogy ezen a napon mit csináljanak. Hát nagyon sok szeretettel várok mindenkit, minden érdeklődőt, aki a zenét, a táncot, a színházat szereti. Egy nagyon látványos, fergeteges produkcióról van szó, és egy nagyon fontos eseményt ünneplünk vele. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy megtiszteltél így munka közben. Jó utat és jó munkát kívánok,
és hát az egész csapatodnak. Mert hogy nagyon azt szépen hiszem, köszönöm a meghívást, és jó egészséget és jó kedvet kívánok a kedves fehérvári nézőknek. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, tehát Balett Színház, illetve az Alba Regia Tánc Együttes, és mindenki várja önöket augusztus 13-án pénteken a Székesfehérvári Királyi Napok megnyitóján. Tartsanak velünk, mint ahogy eddig is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!